Sziasztok, Teknes Ferenc vagyok. A Fedora Project, én is a Fedora Project-től jöttem. Előadásom témája a CentOS. Fedora kapcsán ki szokták kérdezni, akik Fedorát használnak, vagy ismerkednek, hogy mit ajánlunk szerveres környezetbe, és mindig feljön az, hogy érdemes CentOS használni. Egyrészt azért, mert hogy a CentOS az egy olyan közösségi disztribúció, ami a Red Hat Enterprise Linux-nak a kódbázisára épül, ami tudvállalatilag egy elég elismert kereskedelmi disztribúció. És mivel közösségi támogatása van a CentOS-nak, közösségfejleszti, így a Red Hat hivatalosan egyáltalán semmilyen formában nem támogatja, mármint hogy nem támogat fizetős támogatást. Tehát hogy gyakorlatilag akiknek egy olyan operációs rendszerre van szükségük, mint a Red Hat Enterprise Linux, és nem akarnak támogatásért fizetni, azoknak a CentOS az nagyon kiváló. Azt kell tudni, hogy a Red Hat Enterprise Linux-nak a kiadási ütemtervét és támogatási idejét követi, ami ez 10 év. Tehát ez azt jelenti, hogy az első 7 évben minden javítást, frissítést, fejlesztést megkap a disztribúció, a maradék 3 évben a kiadási, tehát a kiterjesztett támogatásba csak leginkább biztonsági frissítéseket kap, tehát semmilyen egyéb meghajtó frissítést, alkalmazás frissítéseket nem kap meg, hanem ez csak az a 3 év, az csak az, hogy a szükséges biztonsági frissít kapja meg. Akkor a különbségekről is szeretnék szót tartani, hogy mik ezek a különbségek. Első különbség az az, hogy a Red Hat-nak a védjegyeit, tehát a, meg a hozzá tartozó blendert, azt nem tartalmazza, hanem egy saját kinézetet és ehhez passzoló úgy megkülönböztető jelzést kap. A CentOS-nak a rövidítése a Community Enterprise Operating System-et jelenti, tehát hogy közösségi enterprise, tehát nagyvállalati operációs rendszer, főleg, hogy a közösség fejleszti, ugye, mint amint mondtam. Szóltettenék majd, hogy az átlag felhasználóknak is, a rendszergazdáknak mit nyújt ez a disztribúció. Szó lesz arról, hogy mik az előnyek és a hátrányaik, tehát hogy megnézzük azt is, hogy a esetleg a többi disztribúcióhoz képest mik azok, amik egyedi, tehát hogy első dolog az az, hogy 3.10-es kernellel érkezik a mostani 7-es sorozat, ezt hívják úgynevezett RTS kernelnek is, mivel ez a hosszan támogatott kernel verzió, mint mondtam, 10 évig van támogatva egy kiadás, tehát ez azt jelenti, hogy a tehát a Red CentOS 5-ös verziós
Ja, megjelent 2007-ben, tehát ez azt jelenti, hogy az ötös sorozatnak a teljes támogatása az 2017-ben fog lejárni. Jelenleg még támogatott a hatóság is, amelynek a legfrissebb verziója az a 6.6, és 2010-ben jelent meg, 2020-ban fog lejárni. Jelenlegi legfrissebb a 7-es 7.0, ami 2014-ben jelent meg, 2024-ig támogatják biztonsági frissítésekkel, javításokkal, fejlesztésekkel azt a kiadást. Amit még tudni kell, hogy külső tárolók nélkül alapból csak Nome és Kandiet található meg, tehát egyéb, aki XFC-et vagy ICM-et akar telepíteni CentOS-ra, vagy Matet, vagy Cinnamont, annak fel kell venni az app-et, tehát aminek a rövidítése az XAPKG, az Enterprise Linux, tehát kiegészítő csomagtároló az Enterprise Linuxhoz. Ezekben megtalálható a XFCE, a Mate, a Cinnamon és a multimédiánahoz szükséges kodekek egy része. A másik, ami ajánlott felvenni, hogyha valaki multimédiát is akar, az az RPM Fusion. Ebben találhatóak meg a különböző egyéb kiegészítő zárt kodekek is, amik MP3 lejátszáshoz, különböző videófájl formátumokhoz szükségesek. Én, amit még felszoktam venni CentOS esetén, meg úgy Fedora esetén is, az Adobe-nak van egy hivatalos Yumhoz készült tárolója, amiből telepíthető a Flashbugin is frissíthető. A másik érdekesség a CentOS-szal kapcsolatban az, hogy a Yum nevezetű csomagkezelő, ami később bekerült a Red Hat Enterprise Linux-ba is, eredetileg a CentOS-ban jelent meg, és onnan került át a Red Hat Enterprise Linux-ba és a később a Fedora-ba is. Amit még tudni kell, hogy ugye nálunk a Fedora az, amiben a Red Hat Enterprise Linux fejlesztése és tesztelése folyik, és itt jelennek meg a legfrissebb technológiák is, tehát elég gyorsabban frissül. Tehát, hogy azoknak, akik azt szeretnék, hogy gyorsan frissüljön, mindig a legfrissebb, az Fedora az ajánlott, akik meg azt szeretik, hogy stabil, hosszan támogatott, annak CentOS. CentOS-t azt leginkább szervernek lehet legjobb használni, elég stabil, és elég megbízhatóan működik. A másik az az, hogy mivel elég előre lehet tervezni vele, hogy mikor akarunk következő verzióra frissíteni, ezért elérhetőek rá különböző kereskedi alkalmazások is, mint cPanel, Interworks nevezetű hosting panel is elérhető CentOS-ra, külön tárolót biztosítanak hozzá. Maja 3D-nek volt régen egy Linux-os verziója, aminek a követelmények között az volt, hogy Red Hat Enterprise Linux-on fut a legjobban, abból is csak a 64 bites változatot lehetett használni, és ez azért jó, mert ami fut Red Hat
Szentön is, az, hogy Szentőszön is, mivel akkor már ez is sára épül. Szentősz és a Reál között még az a különbség, hogy a Reálnak vannak olyan zárt fejlesztései, amik értelemszerűen a Szentőszben nem találtunk meg. Hát annak felhasználóknak érdekes az, hogy a hetes sorozatban már Nome 3-as került bele, abból is a 3.8.4-es, KDF-ből a 4.10-es található meg. Ez az első olyan nagyvállalati disztribúció, amibe Group 2 található, és a Group 2 és a System D található meg. A Real meg a Centros az egy ilyen Fedora 19 és Fedora 20 keveréknek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy az alaprendszer, tehát a, gondolk itt a KDE-re, meg a GNOME-ra, tehát grafikus felület, meg ezek, az mind Fedora 19-re épülnek. A különböző programok, mint amit én itt felsoroltam, például az Apache, PHP, MariaDB, az mind a Fedora 20-ból jött. Másik érdekesség a rendszergazdasági szempontból a Selenius, az egy ilyen sandboxing környezet, tehát ez azt jelenti, ilyen virtuális homokozó, amiben bele tudjuk zárni a az alkalmazásainkat, és ezzel alul segítve azt, hogy hogyha valaki szervert üzemeltet, és mondjuk fut az apacs, és feltör neki egy oldalt, és tehát az esetleg az apacson is túljut, akkor ez a sandboxing környezet ez megakadályozza azt, hogy tovább tudjunk menni. Tehát és tehát hogy elszigeteli a rendszer, tehát magától attól, hogy például teljesen átvegyük az irányítást az adott szerver felett. Akkor 7-esnél még volt egy zárt olyan, hogy bejöttek a konténerek, tehát hogy az Elixir, meg a Docker. Tehát a gyakorlatilag a Dockernek az a lényege, hogy ez is egy konténerezési technológia. Ennek a lényeg az az, hogy itt gyakorlatilag nem virtuális gépet emulálunk, hanem a host rendszer erőforrásait használva zárjuk el az adott alkalmazásokat, vagy magát az operációs rendszert, és ennek az az előnye Dockernek, további megoldásokhoz képest, hogy tehát, hogy van egy alkalmazásunk, egy alkalmazásból több verzió is elérhető, és ha az legfrissebben nem vagyunk elégedettek, akkor egyszerűen vissza tudjuk állítani az adott alkalmazásból a régi verziókat. Akkor ugye itt mondtam, hogy egyrészt előnyük stabil, megbízható, és a kereskedelmi, tehát kereskedelmi programok is elérhetőek. Hátránya az az, hogy alapból kevés csomag van benne, ez azt jelenti, hogy csak azok a szükséges csomagok vannak benne alapból, amiből egy irodai vagy céges környezetet meg tudunk, fel tudunk építeni. A másik az az, hogy a kiadási ciklusa a Red Hat Enterprise Linux-hoz alkalmazkodik. Tehát itt az, hogy
nagyon, mivel nem tudunk előre megmondani, hogy mikor fog megjelenni a következő vetet, hanem csak annyit fogunk, hanem hogy tippelgetni lehet, hogy kb. Mikorra lesz várható. Ha megjelenik a legközelebb, tehát megjelenik egy verzió a Red Hatból, abból 2-3 hónap az, ami múltán teszteléssel együtt megjelenik a Centosból is az adott Red Hat verzióval egyenértékű kiadás. Tehát, hogy itt fel is írtam magam, tehát, hogy a jelenleg 3 verzió, főverziót támogatott. Az 5-ös sorozatból a legfrissebb az 5.11-es, 2007-ben jelent meg a Red Hat Enterprise Linux 5, és pár hónap múlva megjelent a CentOS-nak az erre épülő verziója is. Ez 2017-ig támogatott, a 10 éves támogatási időt figyelembe véve. A 6-os sorozat az 2010-ben jelent meg, legfrissebb jelenleg a 6.6-os, 2020-ig van támogatva, tehát eddig lehet használni az adott főkiadást. CentOS 7 az 2014-ben jelent meg, 2024-ig támogatott. A másik hátrány az, hogy akiknek 32 bites gépük van, az 7-es sorozattól kezdve már nem tudják, nincsen 32 bites verzió, hanem csak 64 bites verzió van, mert hogy a Red Hat nem akarja már támogatni a 32 bites sarcik történet érthető okokból. A másik az, hogy a CentOS 7, az nemrég jelent meg ARM platformra, abból is az ARM 7 és ARM 8-as lapkacsaládot támogatja, tehát hogy aki mondjuk vesz egy Raspberry Pi-t, vagy egy Android 1-est, az akár majd, amint a telepítők is elérhetőek lesznek, csinálhat egy akár CentOS alapú szervert is. Tehát még a másik ilyen hír, hogy mai napon jelent meg a Red Hat Enterprise Linux 7.1 is, tehát ez azt jelenti, hogy olyan április, május, június, július már lesz CentOS 7.1 is. Tehát én leginkább azért szeretek CentOS-t használni, mert hogy anno még a CentOS 5.5-öt próbáltam ki először, és onnan váltottam Fedorára, használtam egy darabig, és hát én úgy voltam vele, hogy inkább visszatérek CentOS-ra, mert az megbízhatóbb és stabil, és eléggé kiszámítható az, hogy tudjam, hogy mikor kell frissíteni. Tehát, hogy olyan hosszú a támogatási idő, hogy az alatta lévő hardware az hamarabb megy tönkre, mint maga a disztribúció. Másik, aki meg például Nvidia Optimus-os kártyája van, az Fedorádnál előfordul az, hogy
minden kiadásnál számíthat arra, hogy hol fog működni, hol nem fog működni. CentOS-nál és a Red Hat Enterprise Linux-nál van egy ilyen eRepo nevezetű tároló, ami csak simán az Enterprise Linux repository, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nagyvállalati disztribúcióhoz készült. Az eRepo-nak a lényeg az, hogy leginkább ilyen meghajtó programok, friss kernel, ezen kívül még találhatóak egyéb programok is, tehát ez ilyen egyféle ilyen mindenes repo is, tehát hogy aki szereti a VLC-t például, az erre repo-ból tudja telepíteni. Ennyi lett volna az előadás, és akinek van kérdése, az felteheti. Tehát, hogy igen, hogy leginkább átlag felhasználóknak kicsit nyűgös a használata. Hány centoszt? Hát a CentOS 5 az elég jövőgően megjelent, hát ő azt szerintem 2-3 éve minimum. CentOS-ra meg pár hónapja tértem vissza, mert mint a 7-es volt az a verzió, amire azt mondtam, hogy tényleg jó volt összerakva, és az én igényem miatt is megfelel, tehát hogy egyszerűen csak működik. És hát a másik az, hogy ugye még itt megjegyezném, hogy azért a CentOS-on kívül azért vannak még egyéb Red Hat fork, tehát a RHEL-re épülő változat kiadások, ilyen, mint például a Scientific Linux, ez leginkább ilyen kutatási és tudományos területre van kihegyezve, a CERN fejleszti, és ők, hát ők eredetileg úgy voltak, hogy ők is RHEL-t használtak, csak hát megunták azt, hogy fizetni kell érte, tehát azzal nem is volt gondjuk, hogy fizetni kért, hanem az, hogy nekik ugye elég speciális igényeik vannak, ezért így azt mondták, hogy ha már itt van a RHEL, ez milyen jó, akkor fogjuk is, akkor tesse szabjuk is, akkor így alakult meg a Scientific Linux. Scientific Linux-ot használják a nagy ütköztetőnek a vezérléséhez is, és akkor eljárt az idő, szünetbe is lehet kérdezni.